A járvány elleni védekezés pénzügyi részéről, adatairól beszélünk mindjárt, és arról, hogy a bankadót most már a megemeltet lehet csökkenteni a látványcsapat sportok támogatásának fejében. Ezek szerint mégsem a védekezésre megy, legalábbis a teljes összeg nem. Ez is kérdés lesz mindjárt Ligeti Miklóssal, a Transparency International jogi igazgatójával beszélgetünk, és előtte akkor mutatom az adatokat. A járvány elleni védekezés központi tartaléka. Itt van mellettem, 634 milliárdig megy fel a számláló. Egyébként ez ugye, ahogy a kormány mondta, ez egy felülről nyitott keret. Átkeresztelt országvédelmi alap, 47 milliárdos költségvetési átcsoportosítások, az önkormányzatoktól elvett gépjárműadó bevétel, a pártok állami támogatásának fele, 55 milliárd a banki különadóból várt bevétel, ez most azért lehet, hogy lecsökken, 36 milliárd a kiskereskedelmi különadóból várt bevétel, ezek tehát az összegek. Nézzük meg a bankadó útját, ami ugye eddig is volt, csak most megemelték majdnem a duplájára. A bankok tehát csökkenthetik a járvány miatt rájuk kiszabott adófizetési kötelezettségüket. Egyébként ugyanazok a szabályok vonatkoznak erre, mint a normál bankadó csökkentésére. A látványcsapatportokat lehet támogatni, tehát ennek fejében, és legfeljebb megfelezhetik a járvány adófizetési kötelezettségüket, és már is jövök Ligeti Miklóshoz, a Transparency International jogi igazgatójához. Jó reggelt kívánok, köszöntöm itt nálunk. Jó reggelt kívánok. Pontosan mi a helyzet ezzel a bankadóval? Ugye eddig mire fordíthatták, illetve csökkenthették, és most a megemelt összeg felét lehet csökkenteni, ugye legalábbis a feléig a TAU támogatások fejében, jól mondtam? Feltételezem, hogy jól, én hadd ne foglalják állást a bankadóban, mert hogy ez olyan szakmai kérdés, ami önmagában nem korrupciós összefüggés. Tehát az, hogy érdemes-e a bankokat, mint a gazdaság bizonyos értelmevet motorjait külön adókkal sújtani, ez inkább közgazdasági. Nem is ezt kérdeztem. Tehát én a TAU-ról nem a bankadóról, a TAU-ról, tehát hogy le lehet csökkenteni, igen, ezt az összeget, amit ugye elvileg a bejelentéskor nem szólt a fám, ugye elvileg ezt a járvány elleni védekezésre fordítaná a kormány. Hát ugye a részlet, az ördög az mindig a részletekben rejlik. Amit mi TAU-nak nevezünk, az valójában a látványsport támogatása, a TAU az csak annyit jelent, hogy társasági adó, és talán ez a látványsport támogatás az egyik legdurvább korrupciós pénzlenyúlás Magyarországon 2010, egészen pontosan 2011 óta. A kassa, ami ebbe a kalapba bekerült, az összeg az nagyjából 650-660 milliárd forint 2011 és 2019 között. Amit biztosan tudunk, hogy 2018 év végéig a zárszámadási törvényekből megismerhető adatokból következően 569 milliárd forint nem az államkasszába került a céges adóbevételekből, adóbefizetésekből, hanem látványsportszervezetekhez. Hogy most miért van szükség erre az... Bocsánat, még a múltra egy picit, azt tudjuk, hogy hova ment a legtöbb? Hát ezt természetesen tudjuk, ez a része, ez mindig is ismert, nyitott adat volt, kicsit össze kellett számítani, de ezt lehetett tudni, hogy felcsút a miniszterelnök háztáji sport egyesülete az aránytalanul nagy mértékben, kb. 20-25 milliárd forint közötti összegben részesedett ebből a kasszából. Ugye itt hat látvány csapatsport ágról beszélünk, a labdarúgásról, kézi kosár, vízilabdáról, jégkorongról és legutóbban pedig a röplabdáról. Tehát ezeknek a szervezeteknek lehetett adót felajánlani. A felcsúti adókihasítási képesség, a TAU támogatás mozó képesség az sokszorosan, 20-szorosan meghaladja az átlag sportszervezetnek a támogatás mozó képességét. De egyébként úgy ámblok a labdarúgásra ment a legtöbb? A labdarúgás a legtöbbet húzta ebből be, önmagában is 200 milliárd forint körüli járadékkal, összeggel. Itt nem azzal van a probléma, hogy sok pénz megy a tömeg vagy a látványsportra. A Transparency International az egész rendszernek az átláthatatlanságát kritizálta mindig is, ezért indítottunk és nyertünk meg sok évi pereskedés után olyan... Van még perük egyébként? Mert arra emlékszem, hogy rengeteget indítottak. Mindegyik lezárult? Nem, még mindig vannak perek. Most igazából arra perelünk a sportállamtitkársággal szemben, hogy mi történt a szabálytalan kifizetésekkel, de itt még csak annyi sikert tudtunk elérni, hogy nem számolhat föl költséget az adatkérés teljesítéséért a kormány. Ez egy 3 milliós költségtérítéshez kötött adatszolgáltatás lett volna. Ezen kívül minden adatot megkaptak? Ez azért kérdezem, mert mondjuk ezt az összeget, amiről most beszélünk, amit majd most kaphatnak, ugyanarra fordíthatják most a járvány idején a csapatok, mint normál esetben? Mi nem arra pereltünk, hogy a csapatok mire költik ezeket a támogatásokat, hanem azt akartuk megtudni, hogy melyik cégek adják az adóbefizetést, az államkassa az adóhatóság helyett a látványsportszervezeteknek, és ezt több évi pereskedéssel, összesen most már több százezer oldalt
kereskedelmiiratnak a nyilvánosságra hozatalával sikerült befejezni. Itt nagyjából azt lehet tudni, hogy az egész gazdasági életen szétterül ez a fajta hűbériadó rendszer, tehát ezt fizetik a haveri cégek, ugyanúgy, mint a régi, jól bejáratott nemzetközi háttérrel rendelkező cégek. Tulajdonképpen ez egyfajta költségvetési és parlamenti kontrollokat megkerülő közpénzlenyúlás, ha úgy tetszik, a haveri cégek így maguknak másodlagos piacokat teremtenek. No, van még egy másik témánk, és hát a nyilvánossággal, vagy a nem nyilvánossággal megyünk tovább, mert hogy semmi sem nyilvános nagyjából a Belgrád-Budapest vasútvonal megépítésével kapcsolatban, csak az, hogy megépül egyelőre. Hogy az ellenzék azt követelte most a járvány idején, hogy ezt állítsák le és ne költsenek rá, nem állt le. Mit lehet most tudni, mi az, ami nyilvános, nyilván én sarkítottam az előbb, 700 milliárd, 1000 milliárd, ennyibe kerülhet? Mit tudunk most? Az, hogy a sarokösszeg mennyi, azt majd nyilván egy ponton a kormány közölni fogja a belátása és tetszése szerint. A közérdekű adatok közpénzköltések titkosításának nagy bajnoka az Orbán adminisztráció 2000, hát talán nem 2010, inkább 2013 óta több hullámban láttunk ilyen kísérleteket. Amit most a Budapest-Belgrád vasútvonalnál alkalmaznak, az tulajdonképpen az úgynevezett Paks 2 modell. Évekkel ezelőtt a Paks 2 beruházást ugyanilyen típusú megfontolásokra, hivatkozással, nemzetbiztonsági okokra alapítottak. Azt akartam kérdezni, hogy mi a hivatkozás itt? Igen, ez az erős, az kemény érve, nemzetbiztonsága, minősített adatvédelme, tehát hogyha kiderülne, hogy végül is mennyi megy el, nem tudom, krampácsolásra, vagy bazalzuzalékra a Budapest-Belgrád vasútvonalon, akkor biztosan beomlana a magyar nemzetbiztonsága, feltételezem, a járványügyi védekezés is összecsuklana. De mondom, ezt a modellt már a Paks 2 szabályozásnál kipróbálta a kormány, akkor az ellen a Transparency International Magyarország és más civil szervezetek is tiltakoztak, az Alkotmánybírósághoz is fordultunk, mármint ugye mi nem rendelkeztünk kezdeményezési joggal, mint civilek, hanem a civil koalíció érvanyagot bocsátott az Alkotmánybíróság rendelkezésre, hogy ez miért alaptörvényellenes ez a korlátozási modell. Ennek ellenére a kormány újra ezt húzta elő, mint nyuszitak alapból. Most mennyi időre titkosították? Ez 10 éves korlát, tehát hogy a Paks 2 ezennél súlyosabb lett volna. Tulajdonképpen mindegy is, ha menet közben nem lehet megismerni az adatokat, akkor semmit nem lehet elérni, semmilyen olcsósítást vagy észszerűsítést nem lehet napirendre tenni. Az, hogy egy beruházás befejezését követően évekkel később majd meg lehet tudni, hogy valójában mennyi alapanyagot, építőanyagot, munkaerőt számoltak el, ez nem sokat jelent. Jelen, és maximum érdekesség vagy egy hír. No, egyébként a téma azért került ma is itt terítékre, mert volt a parlamenti vita éppen a titkosításról, és az engedélyeztetési eljárás felgyorsításáról. Arról mit lehet tudni, miért kellett most felgyorsítani ezt a projektet? Ez egy 2006-os szabályozásra visszamenő megoldás, hogy bizonyos úgynevezett kiemelt jelentőségű beruházásokat a normál engedélyezési menetrend, tehát környezetvédelem, építési engedélyezés, közmeghallgatások, lakossági vélemény beszerzése, ez alól mentesítenek, és ilyenkor a kormány központilag jár el szakhatóságként, ugye Budapesten minden tudnak. De ez nem egy 2010-es bűn, ez egy 2006-os bűn, tehát ez már próbálkozás volt erre annak idején, aki emlékszik erre a Sukurói kaszinó beruházásnál. Tehát amikor gyorsításra, meg központi érdekre, meg kiemelt jelentőségre hivatkozik egy kormány, a központi hatalom, akkor ott mindig valamit gyanítani kell, valamiért a normális, a polgárok, a gazdasági szereplők átlagos rétegeire, beruházásaira irányadó szabályok arról mentesítést enged, ez soha nem jó. Egyébként arra is hivatkozik a kormány, és Sanda Tamás közlekedési államtitkár azt mondta, hogy a válság a beruházás ellen nem érv, hanem éppen erősítő tényező, mert hát ő szerint ez munkahelyeket fog teremteni és munkahelyeket fog adni most a járvány idején, ez nagyon fontos. A Transparency International Magyarországnak arról nincsen tudomása, mert nem értünk ahhoz, hogy szükség van erre a beruházásra, ebben a formában, ebben az ütemben, ebben a tempóban van erre szükség. Jogilag biztos, lehetett hogy... volna halasztani? Bocsánat, arról van információk, hogy nincs olyan kötelezettség, hogy nem lehet ezt leállítani. Vajon? Miért ne lehetne? Vannak a jogi forgalomban, a szerződéses világban is olyan megoldások, amikor kényszerítő körülmények az ütemezést átírják. Tehát amikor éppen világjárvány miatti válsághelyzet van, akkor sok mindent el lehet halasztani, meg le lehet mondani. Itt a probléma a titkosítás. Tehát lehet, hogy ez a beruházás vitatható gazdaságilag. Megint csak ugyan olyan kérdés, mint a bankadó, lehet, hogy önmagában vitatható kérdés, hogy ebben az esetben miért kell titkosítani. Ez nem növeli az iránta való bizalmat. Ligeti Miklósnak köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is.